100 évvel ezelőtt hunyt el Kracman Ede üvegfestő, az első budapesti üvegfestészeti műhely alapítója. 1847. áprilisában Prágában született. Művészeti tanulmányait Bécsben és Münchenben folytatta. 1876-ban Pestre költözött, ahol hamarosan önállósította magát. Műhelyéből kerültek ki többek között a pesti belvárosi plébánia templom, a Mátyás templom, a Ferencvárosi és a Krisztinavárosi templom, valamint az Újvárosháza és a Magyar Nemzeti Múzeum lépcsőházának üvegablakai. Dolgozott Bécsben, Nagyváradon, Pozsonyban és Besztercebányán is. Az 1897. december 26-án átadott Kecskeméti Városháza legnagyobb, első emeletén található közgyűlési termének üvegablakait, bár nyújtott be igaz drágább terveket Forgó és társa, illetve Rót Miksa is, ő készítette. Az 1885. országos kiállítás alkalmából a király a Ferenc József rend lovakkeresztjével tűnt.